Sziasztok! A mai tervem az, hogy elmegyünk tököt, és halloween dekorációt vásárolni. Már nagyon várom. Megiszom a kávét, azt csapunk is olva közé. Szóval arra gondoltunk, hogy a tököt az egy high farmertől fogjuk beszerezni. Útközben láttam, amikor melóba mentem, egy nagyon jó helyet, ahol tököt árulnak igazából. Nem messze van onnan, ahol Eszti dolgozik. Úgyhogy úgy gondoltuk, ha már arra vagyunk, akkor elmegyünk, azt kajálunk is egy kicsit. És sokkal jobb lesz így, hogy helyi farmernél vásároljuk meg a tökünket, mert mégiscsak támogatjuk őket. Hát meg is érkeztünk, itt vagyunk a kis út szélén egy ilyen kis farmnál, igazából, amit itt kintről láttunk. Hát a tök kínálat az baromi jó, nagyon jól néznek ki a tökök. Azt hiszem, hogy mekkora tököket fogunk farmolni. És meg kell, hogy mondjam, hogy a tökök ára legalább fele annyi, mint a nagykernél. De most ezt komolyan mondom neki, hogy hihetetlen. Úgyhogy nem tudom, mennyi tököt fogunk venni, de nagyon sokat. Szeretnék egy nagyon pici tököt, meg egy nagyon nagyot, és a pici tököt belerakni a nagy tök szájába, de nem látok olyan pici tököt egyelőre. Úgyhogy, nem tudom, hosszúkás tököt, faragtál már hosszúkás tököt ezt. Most fogsz. Nagyon durva jó lesz, úristen, nagyon jó az a hely, nagyon tetszik. Szerintem nagyon jól néz ki. Szerintem össze fogom vásárolni magam mindenféleségből. Nem tudom, melyik tököt nézek. Ez szerintem teljesen jó. Kellene, szóval tök vásárolási stratégiánál kellene egy olyan tök, ami pici és kelek és ilyen normál formája van. Szerintem ez tökéletes. Ez a tök pont olyan tökös színű. Ez nagyon jó lesz. És egy hosszúkás tököt is faragok, ez biztos. Meg egy hosszúkás tököt faragjam, úristenem. Nagyon nehéz lesz választani. Én szerintem választunk egy pár tököt esztivál. Aztán visszajövünk, amikor hazaértünk. Ott lehet fizetni, nézd már, csak beledobod a tucat a dobozba. Nagyon rég vásároltam már farmálni a gyerekek, de szerintem sűrűbb elfogunk. Sikeresen ki is választottuk a tökeinket, menjünk rakjuk is őket be a csomagtartóba. Nagyon érdekesek, annyi ötlettel volt, mint az állam. De úgy adtunk bele ezt be, hogy csak ilyen 4-5 tököt fogunk kifaragni. Otthonban már 3, kivettünk még 4-et. Szóval lesz már 8 tökünk, úristen. Otthonban már 3, kivettünk még 4-et. Szóval lesz már 8 tökünk, úristen. Tele leszünk tökökkel, gyerekek. Kihetetlen. Remélem túléljük az utat, és nem lesz belőle tök pörkölt. De menjünk is tovább. Valószínűleg még nézzük valami dekorációnak valót, de szerintem ennyi lesz a tökvásárlás. Hát sziasztok, megérkeztünk, itt vagyunk. Hát ilyen Angliában lesz ez ilyen 1 eurós bolt, vagy ilyen 100 forintos bolt, nem tudom, hogy környéketeken milyen van. Nekünk volt mind a kettő. Úristen, takarod fogok. És fake blood, ezt muszáj lesz megvenni. Megjön make-up set, majd is veszünk. Kifestünk mindenkit is. What? Nézd már, úristen. Nagyon durva lesz, úristenem. Ez így van, beszéltünk, mit veszünk, veszünk hangokákat. Aki nagyon szerette volna a pink helyet látni Roli, majd megteheti. És ezt is gondolkozok egy kék hajon. Szerintem nagyon menni fog. Hozzá, utána nézzük, hogy milyen dekorációt vagyunk. Megvásárolunk minden szart, imádunk Halloween-re dekorálni. Dekorálni ezt is szeret. Nem mondta Halloween, de dekorálni imád. De sem így ilyen tökös dekorációt, azon gondolkoztunk, mert van ilyen zombi is, vagy ilyen farkas, ezt. Jó lesz. Vigyünk Spider-Web-et, hülye vagy? Spider-Web. De zöldet már havat iszünk. Né. Fehére? Uh-huh. Spider-Web fehér. Oké, ez fehér. Ennyi. Úristen, hát szerintem kétszer annyi mindent vettem, mint amennyit szerettem volna. Nézd, vegyük ilyet. 8 font láncos ruha. Nope. Fölveszed? Hát neked gondoltam, nem nekem. Te leszel a Mommy Bride. Érzik a Mommy Bride, jó? Van, legyik a Mommy Bride. Jó. Na, de akkor menjünk is tovább. Szerintem minden megvásárolod, ami kell. Vegyünk még valamit, szerintem ezt. Ne, elég lesz ez. Szerintem is. Menjünk. Na, azért is értünk a tökvásárlásból. Ugye ott megvannak a nagy tökeink, amiket vásároltunk.
a halloween dekoráció. Kicsit feldekoráljuk a hátteret, most már ezt így, mert kitaláltuk, hogy mikor. Ezt még előtte vettük. Hihetetlen. Tök lámpás, nagyon szeretem, és még világít is. Whee! Nagyon jó. Ugye itt vannak a kis tökeink, ennyi kis tökünk van. Ugye van egy olyan szuper kicsi tököt, sikerült találni, a Tesco-ban szereztük. És az összes tök közül, amit vettünk, és akkor mondani szeretném, hogy ez volt a legnehezebb megszeretni. A Tesco-ban a pénztáros körülbelül 10 percig kereste a kódját. Majdnem ott hagytuk szegényt, pedig nagyon cuki, én nagyon szeretem. Úgyhogy megvett a szerintem legalább 10 tökünk van itthon. Bocsi, Eszti, amit ki fogunk faragni, mert én minden tökből akarok kifaragni valamit. És szerintem nagyon jó lett. De szerintem el is kezdjük felrakni a díszeket Esztivel. És igazából ennyi. Készültem egy fun fact-tel is, gyerekek, amit szerintem nem tudtok, de jobb, hogyha tudjátok. Szóval szerintem nem tudtatok, de jobb, hogyha tudjátok. Tudjátok, mennyi töklámpás volt meggyújtva egyszerre egy időben? A szám, nem fogjátok elhinni. 30.851. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Lehetek jók, ne felejtsetek el követni minket mindenhol. A Twitch-en szoktunk 5 napot live-olni, szombatonként 1 órától főzősó, 4 délután pedig játszani szoktunk, a beosztásunk föld lesz a Facebookon, Discordon és a Twitch-en, linkek a leírásban. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!